Köszöntöm a kedves hallgatókat, valamint a televízió nézőit. 33 11 24 rádió mezőtúr.com facebook.com per pontrádió, illetve ptv kukac, Ez a televízió e-mail címe. Természetesen televíziónk is megtalálható a Facebookon. keressék megnézik meg régebbi interjúinkat. Na de hát, amiért ma ismételten itt vagyunk, az nem más, mint mindig a választás. Hamarosan Magyarország választ, és ebbe szeretnénk mi egy kis segítséget segítséget nyújtani. A kormányváltó jelölt érkezett el hozzám, na majd mindjárt ki is fedjük, hogy ö, mi ez a név. Nagy szeretettel köszöntöm itt Rózsa Endrét, a Jászlán Konszolnok egy négyes választókerület képviselőjelöltjét. Köszönöm szépen a meghívást, és nagy szeretettel köszöntöm a tévénézőket, rádióhallgatókat. Kormányváltó jelöltként mutattalak be a tévénézőknek, rádióhallgatóknak, hát ez nem tudom már hanyadik nevetek. Ö, de majd talán egy kicsit. Rendben hát van. nem a nevünk változott egyébként, ez a Csak <síns> a szlogen változott természetesen. Ugye ti egy nagy összefogásban indultok harcba a választásokért. Miért köttetett meg ez a szövetség? Akkor kezdeném azzal, hogy változott vagy nem változott a nevünk. Ezt pontosítani kell. Én ezt sokaktól hallom természetesen. A nevünk az nem változott. A szlogen változott, ennek pedig megvan a maga oka. A, a név az nem változott, hiszen öt párt szövetségéről beszélünk, a Magyar Szocialista Párt, az Együtt, a PM, a Demokratikus Koalíció, illetve a liberálisok, akik tagjai, részesei ennek a kormányváltó szövetségnek. Tehát az öt párt neve az ugye változatlan, hosszú-hosszú ideje. A szlogen változott, amint említettem. Összefogásként indult ez a kormányváltó szövetség. És azért kellett megváltoztatni ezt a szlogent, hogy még egyszer mondom, hogy nem névváltoztatás, mert hogy közben egy összefogás párt névű nevű. Ö hát társulat is indul a választáson, és itt szeretném felhívni mindenkinek a figyelmét, hogy aki ma kormányt szeretne váltani, az a 18 párt között, amelyiknek országos listája lesz, az ne az összefogás pártot keresse, ne az együtt 2014-et keresse, mert ilyen néven is van párt, hanem keresse az öt pártnak a logóját, illetve az öt pártnak a nevét, tehát még egyszer mondom, hogy MSP együtt demokratikus koalíció párbeszéd Magyarországért PM, illetve a liberálisok. Úgyhogy ennyiben azt hiszem, hogy pontosításra szorult a dolog. Kormányváltó szövetség a, a szlogenje ami együttműködésünknek, és azért az a neve, mert azt látjuk, hogy ma senki másnak nincsen esélye leváltani Orbán Viktor kormányát, csak a baloldalnak. De ez csak akkor sikerülhet, hogyha nagyon sokan elmegyünk szavazni. És látható, hogy a kormányzatnak, a Fidesznek minden törekvése arra irányul, hogy minél többen mondják azt majd április 6-án, hogy inkább kimegyek a kiskertbe, úgy állítják be a mai helyzetet, mintha ez lefutott lenne. Higgyék el, hogy én nap, mint egészen más tapasztalok, járva kell, a választókerületben erre majd a későbbiekben kitérnék, hogy milyen eszközöket alkalmaztunk, és miért mondhatom én azt megalapozottan, hogy ma más a hangulat a választókerületben, mint amit a közvéleménykutatók gondolnak, vagy akár amit a közmédia nap, mint nap sugal. Én azt érzékelem, hogy ma a nagy többség elégedetlen és a nagy többség váltani akar. Úgy szoktam fogalmazni, hogy ma nem az a kérdés, hogy megvan-e a kormányváltó többség, hanem az, hogy elmegy-e szavazni. Mi a következő tíz napban mindent megteszünk annak érdekében, hogy minél többen éljenek demokratikus alapjogukkal, és elmenjenek választani de visszakanyarodva a kérdéshez, miért volt szükség erre az összefogásra, erre a kormányváltó szövetség létrehozására? Azért volt erre szükség, mert a választási rendszert ugye alapjaiban alakította át a, a Fideszes kétharmad. Ez azt jelentette, hogy mi korábban fordulós volt a választás, most egyfordulós lesz. Ez azt jelentette volna, hogyha öt vagy akár több baloldali párt indul tulajdonképpen egymással szemben, egymás mellett, akkor szétaprózódtak volna ezek a bizonyos kormányváltó Szavazatok. Ezt a felelősséget felismerte januárban az öt párt, és ennek értelmében született meg az a konszenzus, az a kormányváltó szövetség, ami el fog indulni közös jelöltekkel, közös miniszterelnök jelöltel, illetve közös országos listával a választáson. Biztosan emlékszik arra mindenki, hogy két fordulós volt korábban a választás, akkor ugye mindenki neki indulhatott az első fordulónak, kialakultak az erőviszonyok, és a második forduló előtt pedig a szövetségesek visszaléptek egymás javára. Ez most nem lehetséges, nincsen ugye a második forduló, éppen ezért már az első forduló előtt meg kellett köttetnie ennek a kormányváltó szövetségnek, úgyhogy ez az oka, hogy együtt indul ez az öt párt. Nem akarok nagyon a múltba voncolgatni, nem fontosabb lesz majd természetesen a program, illetve az elképzelés, de ugye elég nagy húzavonal ö, ö, előzte meg ezt a ö, szövetséget. Ennek mi lehetett az oka? Tehát programokai voltak ennek, ö, személyes okai voltak ennek, vagy mégis mi történt a háttérben? Én azt gondolom, hogy a programokat össze kellett fésülni, tehát természetes, hogy öt párt között azért ez nem ment egyik napról a másikra. Én úgy gondolom, hogy még időben köttetett meg ez a szövetség. Nagyon jó programunk van, ellentétben a fidesz akinek ugye gyakorlatilag nincsen a programja, ezt a miniszterelnök is felvállalta. Azt mondta, hogy egy szó a programjuk, folytatjuk. Hát én szeretném megmutatni most a tévénézőknek, hogy mi a Fidesz programja. Ez a fehér üres lap. Ez az ő programjuk, a rádió hallgatóknak pedig mondaná, hogy most egy teljesen üres A4-es lapot mutattam föl. A miniszterelnök vállaltan mondta, hogy ez a programjuk, és hogy folytatni szeretnék. Hát mi azt kérdezzük, hogy mit szeretnének folytatni? Azt fogják folytatni, hogy a felső tízez tízezret támogatják a továbbiakban is, és milliók szegényednek el. Azt fogják folytatni, hogy ezzel az egykulcsos adórendszerrel megint csak a felső tízezret támogatják, és milliók járnak rosszabbul. Azt fogják folytatni, hogy a rokkanyúdíjasokat, a közmunkásokat megalázzák? Azt fogják folytatni, hogy megint elveszik majd, ha lenne persze ez költői kérdés, a 3 millió magányúdi pénztári tagnak a 3000 milliárd forintját. Hát természetesen az utóbbit már nem tudják elvenni, de hát bőven van itt még olyan lehetőség, ahonnan el lehet venni. Tehát amikor azt mondja Orbán Viktor, hogy ők folytatják, vagy legalábbis folytatni szeretnék, akkor mindenkinek végig kell gondolnia, hogy mi is történt itt az elmúlt négy évben, és mi is az, amit folytatni szeretne a Fidesz. Én erre szeretném mindenkinek felhívni a figyelmét, amikor belép a szavazófülkébe, akkor gondoljon arra, hogy jobb lett az ő sorsa, a családjának, a környezetének a sorsa az elmúlt négy évben, vagy pedig rosszabb. És nekem meggyőződésem, hogyha csak azoknak a nagy része szavaz ránk, akiket nehezebb helyzetbe hozott az Orbán kormány, akkor tíz nap múlva le fogjuk váltani a Fidesz kormányát. Kérem, hogy erre gondoljon mindenki, mert rengeteg, rengeteg kormányzati intézkedéssel sújtották az elmúlt években azokat, akik kevesebbet keresnek. Gyorsan bele is csaptunk akkor a közepébe, vegyük szépen sorba. ÁFA adó témaköre van terítéken, ugye a ti javaslatotok az, hogy minimum 5%-ra, vagy maximum, bocsánat, 5%-ra kell az alapvető élelmiszerek áfáját csökkenteni, és ezt betartatni, illetve az adó rendszer átalakítása is kulcs fontosságú a programotokban. Ez milyen módon lehet megvalósítani, és hogy tervezitek? Igen, akkor tényleg csapjunk bele, mert talán rövid is a bűsoridő ahhoz, hogy kitérjünk minden fontos pontra. Néhány héttel ezelőtt a baloldali kormányváltó szövetség közzétette azt a 8 pontos javaslatcsomagot, 8 pontos vállaláscsomagot, én inkább így szeretem hívni, mert ezek nem ígéretek, hanem, meg nem javaslatok, hanem vállalások, amivel meg fogjuk változtatni Magyarországot, és amely a társadalom jelentős többségének könnyebb életet fog hozni. És kettőt már említettél is belőle. Az egyik ez a bizonyos adórendszer átalakítás. Ez azt jelenti, hogy a mai igazságtalan egykulcsos adórendszert, személyi jövedelemadó rendszert át fogjuk alakítani, ha bizalmat kapunk a választóktól, és több kulcsos adórendszert fogunk bevezetni sokszor mondják ellenfeleink rólunk, mert általában ők szeretik jobban tudni, hogy mit szeretnénk mi tenni a kormányzásunk alatt, hogy ez majd aztán csökkenteni fogja a fizetéseket. Ez nem igaz, ne üljenek föl ezeknek a véleményeknek. Mi azt vállaljuk, hogy a több kulcsos adórendszerrel, aki 450 ezer, 500 ezer forint bruttó alatt keres, az mindenféleképpen jobban fog járni. Tehát több fog maradni a zsebben, több lesz a nettó és a fölött ugye 450-500 ezer forint fölött, én azt gondolom, hogy ez egy jó szívvel vállalható e, programpont, hogy akinek jobban megy, az bizony vállaljon e, nagyobb felelősséget, nem csak e, forintosan, hanem arányaiban is, tehát az adókulcsot nézzük, a százalékot nézzük, e, mi vállaljuk azt, hogy ezt a lépést e, meglépjük, és akkor rögtön ehhez kötődik egy, egy újabb pontja ennek a nyolc pontos csomagnak, ami hitem szerint a legfontosabb. Hiszen mi azt mondjuk, hogy nettó 100 ezer forintra fogjuk fölemelni a minimálbért. Tehát nettó, nem bruttó, ez nagyon fontos, hiszen ma bruttó 100 ezer körül egy picivel fölötte van, ugye a minimálbér, és a nettója az 66-67 ezer forint között van. Azt jelenteni ez a nettó 100 ezer forintos minimálbér, hogy a másfél szeresére emeljük a, a, minimálbért, és ez bizony több mint egy millió embert, egy millió családot érint ez az intézkedés. Azonnal hozzá kell tenni, mert joggal kérdezhetnék, hogy hogy fogják bírni ezt a cégek, mert ugye mindig ez a neuralgikus pontja egy minimálbér emelésnek. Nos, úgy fogják bírni a cégek, hogy az állam az átvállalja ezeket a plusz terheket. Azt mondjuk, hogy az első 50 ezer forint az adómentes lesz, és járulékmentes lesz, mind a munkavállaló számára, mind pedig a cégek a, a munka számára. És hadd térek ki arra, hogy az elmúlt időszakban az elmúlt hónapokban nagyon sokszor lehetett azt hallani a Fidesztől, hogy ők bizony több emelték a minimálbért, mint a korábbi két kormány együttvéve. Hát ez bruttóban volt igaz, ezt szeretném elmondani, nettóban pedig ma a reál értéke jóval kevesebb a minimálbérnek, mint 2010-ben volt. Ezért hangsúlyozzuk azt, hogy mi nettó minimálbér emelésben gondolkodunk, 100 ezer forintra fogjuk emelni a nettó minimálbért, és ez azért gazdasági oldalról is egy nagyon fontos dolog nemzetgazdasági oldalról. Hiszen aki ma keveset keres, és valamivel több marad a zsebében, nem is kevéssel, hogyha mi bizalmat kapunk, akkor bizony ő el fogja azt költeni. Az vissza fog forogni a kereskedelembe, a gazdaságba, ezáltal gazdaság növelő, gazdaság bővítő szerepe, jelentősége is van ennek a lépésnek. És akkor átkanyarodok a harmadik pontra, amit említettél, az élelmiszer áfa csökkentése. Ezt most már inkább élelmiszer árcsökkentésnek hívjuk, ugye egy egyszerűbb a dolog, de természetesen ez az élelmiszer árcsökkentés az áfa csökkentésen keresztül fog megvalósulni. Én szerintem, vagy ötször beszéltünk itt a tévében, rádióban erről a kérdésről, de talán itt tíz nappal a választás előtt megint röviden érdemes fölidézni, hogy miről is van szó. Mi több mint egy éve azt mondjuk, és a parlamentben is volt ilyen irányú javaslata az MSZP-nek, hogy 5%-ra kell csökkenteni az alapvető élelmiszerek áfáját. Ez költségvetési szempontból sem egy nagy kiadás, hogyha stadionokra el tudunk költeni 100 milliárdokat. Hadd mondjam el, hogy annak ez a töredéke, töredéke amit a költségvetésnek úgymond kiesést el kell viselnie, de sokkal fontosabb, hogy az élelmiszerára ezáltal csökkenni fognak, és ez megint egy nagyon fontos lépés, egy nagyon fontos könnyítés a magyar családok számára. Ha már ugye említetted a gazdaság élít, élénkítését, ugye ez, ez, is minden pártnál nagyon fontos ö, programpont és témakör. Ugye hallhatunk itt ö, új cukorgyárak ö, újranyításáról, konzervgyárakról, ö, keleti nyitásról, ugye az export ö, ö, megemeléséről. Az MSZP-nek, illetve a Kormányváltó Szövetségnek mi az álláspontja? Tehát a gazdaság milyen területeit kell erősíteni ahhoz, hogy, hogy valamilyen szinten önellátóbb legyen az ország? abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy az MSP fő agrárpolitikusa a Zoltán, korábbi vidékfejlesztési államtitkár, ötször járt a választókerületünkben az elmúlt hát bő egy évben. Számos lakossági fórumot tartottunk, gazdákkal találkoztunk, úgyhogy azt mondhatom, hogy az MSP a baloldalnak az agrárprogramjába azért elég mélyen betekintést nyerhettem a legfőbb szakértünk által. És ami nagyon fontos, pontos pontja a mi agrárprogramunknak, de az egész programunknak is. A térségünkben ugye a mezőgazdaság az mindig egy nagy foglalkoztató volt, hát ugye sokszor mondják, gyakorlatilag minden településen, a választókerület mind a 23 településén gondot jelentett a TSZ-ek megszüntetése. Tehát voltak olyan települések, ahol akár több ezer embert foglalkoztatott, több ezer embernek adott munkát egy-egy TSZ, ők a 90-es évek elején közepén elveszítették a munkájukat. Mindig azt mondják az alföldre, hogy a Kárpát-Medence vagy akár Közép-Európai Éléstára, és ez így is van. Éppen ezért mi abban gondolkodunk, hogy a mezőgazdaságban új munkahelyeket kell teremteni, és ezt úgy kell megtenni, ez kiemelt pontja a mi agrárprogramunknak, hogy támogatjuk sokkal hatékonyabban és nagyobb összegekkel támogatjuk a zöldséggyümölcs illetve az állattenyésztést. Azt hiszem, hogy itt a környékünkön nem kell senkinek mondania, hogy a szántóföldi növények termesztése az viszonylag kevés munkaerővel megoldható, de hogyha zöldséggyümölcs termesztésről beszélünk, állattenyésztésről beszélünk, oda sokkal több emberi munkaerő szükségeltetik. Mi abban gondolkodunk, hogy országszerte sokkal hatékonyabban támogatjuk ezeket az ágazatokat, és ezt teremthet új munkahelyeket itt a térségünkben is. És a másik, amire utaltál is, hogy a mezőgazdasági feldolgozó üzemek létrehozását, bővítését is támogatni kell, és támogatni fogjuk. Most legyen szó cukorgyáról, vagy más típusú mezőgazdasági feldolgozó üzemről, nagyon fontos pontja ez is a programunknak, és ez az, ami tömegesen teremthet munkahelyeket a környéken a mezőgazdaságban. Egy néhány képviselővel beszélgetve, gazdaságnál maradva, és állattenyésztésről, növénytermesztésről, vagy témakörénél maradva még. Ugye az is nagyon fontos lehet, az ő vélemények szerint, és kíváncsi vagyok a tiédre is, hogy hogy ezt picibe elkezdeni, tehát a családi gazdaságoktól elkezdeni. Ezt így, hogy látjátok? Tehát nektek is ez a fő cél, hogy otthon megtermelje az ember elsődlegesen magának, és ha fölösleg van eladja, vagy ti azért nagyobb mértékben gondolkodtok, akár ahogy mondtad, TS-szerű dolgokban. Mi azt gondoljuk, hogy a egy egészséges egyensúlyt kell találni. Tehát a családi gazdálkodás, gazdálkodók, a kis, illetve a közepes és a nagy mezőgazdasági cégek között egy egészséges egyensúlyt kell megtalálni. Amint említettem, Gőgös Zoltán mellett nagyon sokszor ültem, és ő, ő megkapta nagyon sokszor ezt a kérdést. Ez a válaszunk erre, hogy, hogy éljen meg a családi gazdálkodó is, de ugyanúgy a nagyobb integrációk, tehát a közepes, illetve a nagy mezőgazdasági vállalkozások is, Hát nem, nem, tudom kihagyni, annak idején azt mondta a belügyminiszter, hogy hát ha van mindenkinek otthon egy kecskéje, akkor már elboldogul, hát talán ennél egy picit, picit bonyolultabb a világ. Hát nem, nem, gondoljuk, hogy ez lenne a megoldás felé vezető út, hanem inkább az, amit az előbbiekben felvázoltam. Mindenkinek tudnia kell egy egészséges egyensúlyban, együttműködésben megélnie itt a térségünkben a mezőgazdaságból. Ugye a gazdaság élénkítés nem csak maga termelés, Szól. Ugye ide lehet szervesen kapcsolni a turizmus fogalmát és gyógyturizmus, kultúrturizmus, viziturizmus, ami ugye a mi vidékünkre jellemző is. Ebben az irányban mire lehet számítani a kormányváltó erőhatalomra jutása után? Igen, hát természetesen pártállástól függetlenül mindenki látja, hogy mik azok a lehetőségek, amiket jobban ki kellene aknázni a térségünkben, és ilyen a turizmus is bizony még pedig a, vízekre vizekre legyen az holtág, ugye itt a környékünkön gyönyörű holtájak vannak, és hát rengetegen járnak egészen távoli vidékekről ide horgászni, vagy pihenni akár a perespartra, vagy legyen szó akár a termálvízről. Hát gyakorlatilag itt az Alföldön, de ha leszük itt, a <kül> választókerületünkben, a települések többsége az, az bír termálkincsel, illetve bírna, hogyha azt ki lehetne aknázni. Ez ugyanúgy fontos kérdés, és mezőtúron, mint Tiszaföldváron, Martfűn ugye egy, egy, nagyon komoly fürdőt építettek az elmúlt néhány évben. Tehát ebbe a, az üzletágba úgymond több támogatást kell adni, több támogatást kell erre fordítani, mert ahol ugye kevesebb az ipari munkahely, talán a mezőgazdaságban ugye több van, de amit említettem előbb lehetne még több, és arra fogunk törekedni, hogy legyen még több munkahely. Tehát ezekben a térségekben a turizmus, a szolgáltató, iparág, az, ami újabb munkahelyeket teremt. Tehát lehet, hogy előbb kicsiben, de aztán egyre nagyobb volumenben. És hát van itt a választókerületünkben egy, egy kiemelkedő példa erre, ez ugye a cserkeszőlői fürdő, ahova hát nem hogy Magyarország távolitájairól, hanem hát külföldről, Hollandiából, Németországból, számos országból járnak, ami azt jelenti, hogy egy olyan kincs van itt a környezetünkben, amit nem is biztos, hogy a helyben élő nap, mint nap itt járva, kellve az felismer, de aki máshonnan érkezik ide, az nagyon is megbecsüli, mert hogy az ő térségében nincsen ilyen termálvízkincs. Mindenképpen építeni kell erre is a következő években. Ugye a következő uniós támogatási ciklus pontosan ugye 14 és 20 között ugye a gazdaság élénkítésére kell, hogy fordít, fordítódjon. Ezek az alappontok, tehát a mezőgazdaság fejlődés és turizmus fejlődésen állatok is? A térségben ugye, mint mondtam, pártalástól függetlenül mindenki látja, hogy, hogy mik lehetnek a kitörési pontok. Talán a hangsúlyokban van eltolódás, és ha már mezőgazdaság meg turizmus, akkor azért az iparról is ejtsünk szót. Mi azt látjuk, hogy az egyik legkomolyabb problémája a térségünknek, beszéljünk a 23 település bármelyikéről, az a megközelíthetőség, az elérhetőség. Mert látjuk azt, hogy akár egy M3-as vagy M5-ös autópálya környékén, ha nem is volt minden település a nyertese annak, hogy ott már autópálya megy, de azért sok-sok település tudott ebből profitálni. Tehát amíg nem indul el autópálya, vagy akár gyorsforgalmi út építése, nem ír ide a térségbe, addig nehezebb dolgunk lesz bizony a, az ipari beruházók, a befektetések ide ö, csábítása tekintetében. De az M4-es az ugye lassan-lassan majd eléri, de az abonyfegyvernek közötti szakasz az épül, el szoktam mondani, hogy üröm az örömben, hogy a legdrágább autópálya szakasza, ez minden idők legdrágább autópálya szakasza Magyarországon csak nem 4 milliárd forintért épül kilométerenként, és természetesen a közgép és társai részt vesznek ebben a beruházásban. Hát így fordulhat az elő többek között, hogy a közgép a tavalyi évben napi szinten átlagosan 1,2 milliárd forintot Vitte el közbeszerzéseken. Ezt is tegyük hozzá, amikor persze örülünk annak, hogy az M4-es majd lassan megközelíti a térségünket. És a választókerületnek a déli részén az M44-es az, ami egy hosszú-hosszú ideje húzódó ügy. Hadd mondjam el, hogy 2010-ben már kész tervek voltak környezeti hatástanulmány volt, és elindultak a, a földeknek a kisajátításai. Nagyon sokat dolgoztak a térség korábbi szocialista országgyűlési képviselői, hogy elinduljon ennek az útnak az építése. Ezt 2010-ben leállította az új kormány, a Fidesz kormány, és most a kampány hevében egy néhány héttel ezelőtt jelentették be, hogy akkor elindul a, az építkezés. Természetesen annak örülünk, hogy elindul, csak hogy ezzel a Tisza és egyébként áttételesen mezőtúr is, mert nem menne olyan messze, vagy nem fog olyan messze menni ez a nyomvonal mezőtúrtól, hiszen szarvas környékén fog menni, tehát veszített ezzel a Tisza-Zug négy évet, és veszített mezőtúr is négy évet. Tehát hogyha megközelítik ezek a gyorsforgalmi útak, vagy akár autópályák a térséget, onnantól fogunk bizony nagyobb eséllyel indulni a beruházók, a befektetők idecsábításakor. Maradjunk az infrastruktúrális fejlesztéseknél, hogy itt a környékünkön is elég sok rossz útról ö, ö, beszélhetünk, bár ugye a Tisza-Földvári út, két részletben majdnem teljesen ugye megújult, említetted ugye az autópályák építését, illetve a 46-os számú főút is ugye hamarosan egy hát valamilyen szintű kátyúzáson ugye át fog esni, ugye a tervek hiányában még a 11,5 tonnásítás nem lehetséges. Azt is nagyon sokszor halljuk, hogy az MSZP kormánya alatt nem megfelelő pénzeket költöttek utaképítésére. Ezt ugye több fórumon is hallhattuk. Ha az elkövetkezendő négy évet nézzük, és gondolom azért a gazdasági szempontokat és pénzeket, majd országos szinten ismerete is, mennyi költhető az ilyen régiók, és ennek a 23 településnek, ha nem csak mezőtúrt nézzük, úthálózatára. Ugye tudjuk, akár csak a csépa környékét nézzük, mert már nézzünk el azt is, hogy ott, ott, még rosszabb úthelyzet van például. Igen, hát azért az a vitatkoznék, hogy a, a szocialista kormányok alatt nem történt megfelelő útfejlesztés, hiszen sok száz kilométer autó autópálya épült. Tehát ez azért nemzetgazdasági szempontból egy nagyon fontos lépés volt. Tehát említettem is, hogy azok a települések, amelyek autópályák mentén, autópályák környékén vannak, azért profitáltak ezekből az autópályaépítésekből. Természetes, hogy ez itt szólnok megyében, mert az egész megyéről beszélhetek, azért nem egy nagy vigasz, hiszen nem, nincsen autópálya egyelőre a, a megyénkben, a térségünkben. Amit én tudok mondani, tudok vállalni, hogy a mellékutaknak a felújítása el fog indulni, ez szerepel a baloldali kormányváltó szövetségnek a programjában, és ami még nagyon fontos út, nem csak az, nagyon fontos dolog, nem csak az összekötő utakról beszélünk, hanem a településeink nagy többségén a földutak is komoly problémát jelentenek. Erre is egy célzott programot fogunk indítani, hogy szilárd burkolattal lássuk el a legtöbb földutat ez valóban egy fontos kérdés, és nálunk is prioritásként szerepel. Amiről viszont keveset beszélünk, az a tömegközlekedés helyzete, és itt Bőven ki lehet emelni a megyét, ugye nem minden jut el a vasút, vagy építettek a vasútat, hát, illetve ugye a, a volánok is Hát húzzák a szájukat, mert nem nyereséges, de viszont egekben vannak az árak. Talán erős érdemes beszélni, vannak-e olyan tervek, amik akár a vasút megújulását eredményezheti, bár ugye látjuk, hogy itt az egy megyében azért lassan-lassan rendbe lesz itt minden, de a volánok helyzetével is kell foglalkoznunk egy kicsit, főleg a kisfaluk miatt. Hát, hogyha vasútról beszélünk, akkor azért el kell mondani, hogy az előző kormányzati ciklusban, tehát 2006-2010 között épült meg itt mezőtúr környékén, ugye a Szajol Gyoma Endrőd szakasz egy gyönyörű, nem hogy felújításon, hanem egy nagyon-nagyon komoly fejlesztésen esett, át, ugye a mezőtúri vasútállomás is teljesen új arcát mutatja azóta. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ezzel a részével úgymond rendben vagyunk, de hadd térjek ki egy dologra, hogyha már vasút, éppen a napokban jártunk Tisza Földváron egy kampánymaraton nevű akció alkalmával, erre is, erre is szeretnék kitérni és ott nagyon sokan panaszkodnak az elmúlt hónapokban arra, hogy a földvári vasútállomáson megszüntették a jegypénztárat. Tehát egy 12 es közel 12 es városban nincsen lehetőség arra, hogy a saját vasútállomásukon vegyenek jegyet. Mi azt vállaljuk, hogy ott vissza fogjuk állítani a jegypénztárat, mert ez a helyiek igénye és a helyiek jogos igénye. Én azt gondolom, hogy ez egy fontos vállalás, és egyébként akik annak idején a vasúti szányvonalak bezárása, ritkítása kapcsán olyan hangosak voltak, azok nem nagyon állítottak vissza most országos példákat, mondok, mert itt hál' Istennek a szányvonalakat a környéken sikerült megőrizni, egyébként nem kevés munkával és lobby tevékenységgel, de akik annak idején bírálták ezt a, a lépést, azok bizony elég kevés szányvonalat indítottak újra az elmúlt években. Egyébként én úgy gondolom, hogy ez közös érdekünk, hogy a a vasutat, illetve vasútközlekedést és az autóbuszközlekedést összehangoljuk, hiszen azért föltevődik a kérdés, hogy megírja-e azt, hogy valahova öt utassal megy akár egy busz, akár egy vonat, esetleg párhuzamosan. Ezt racionalizálni, észszerűsíteni kell, mert bizony ez a közös pénzünkből megy, csak ezt nem látjuk a, a mindennapokban. Természetes, hogy ez nagyon fontos a vidéken, a kisebb falvakban élőknek. Olyan tömegközlekedést kell kapniuk, ami kiszolgálja az igényeiket. Nem tudom, nekem a vonatról és a vasútról általában, ami beszokott ugrani, az mindig az idősek, akik mondjuk az egészségügyi intézményeket ö, látogatják. Az egészségügyben is ö, történtek változások, ö, ezekről is beszéljünk, hogy látod ö, ezt a helyzetet? de még akkor vissza egy két mondat erejéig az utazáshoz, hiszen földobtál föl egy labdát, amit én szeretnék leütni. Ugye korábban a 65 év feletti nyugdíjasok ingyen utazhattak, most pedig pótjegyet kell venniük, hát azt mondja a Fidesz kormány, hogy hát nem kell jegyet vásárolniuk, hát mindegy, hogy mi a neve a gyereknek, de fizetniük kell azért, ami korábban ingyenes volt. Mi azt vállaljuk, hogy ha kormányra kerülünk, akkor a 65 év felettiek ismét ingyen fognak utazni a tömegközlekedési eszközökön. Gondolom, hogy ez egy nagyon tisztességes és korrekt vállalás, és kérem a nyugdíjasokat és a nyugdíjasok családtagjait, hogy gondoljanak erre a vállalásunkra, amikor a szavazófülkékbe majd belépnek jövő héten vasárnap. Az egészségügy az természetesen országszerte egy, egy kiemelt e, probléma, mert hogy problémának kell sajnos az elmúlt évek kormányzása után neveznünk, e, rengeteg pénzt kivontak az egészségügyből, nem véletlen, hogy szinte egyáltalán nem hallani manapság kormányzati megszólalókat az egészségügyről beszélni. Hát ha nem vontak volna ennyi pénzt ki az egészségügyből, akkor valószínű, hogy erről is többet hallanánk a közszolgálatinak nevezett kormányszolgálati médiában. Na, de maradjunk a térségnél, maradjunk mezőtúrnál. Hiszen sokak számára fájó pont, hogy az elmúlt években a kórházunkban megszűnt az intenzív osztály, a sürgősségi, illetve a sebészet. Mi azt vállaljuk, és a legfontosabb vállalásaink, legfontosabb személyes vállalásaink között van, hogy visszahozzuk az intenzív osztályt, illetve a sürgősségi a mezőtúri kórházba. Én azt gondolom, hogy ennél többet és ennél jobbat nehéz mondani ma mezőtúri, illetve a térségben az egészségügyel kapcsolatban. Tehát akkor vannak terveitek ezzel hogy kapcsolatban és, is. Most, hát még egy igen? dologra hadd térek ki, ami viszont országos jelentőségű, ez pedig az, ez a baloldali kormányváltó szövetségnek szintén az említett 8 pontos programjában szerepel, hogy először radikálisan csökkentjük, majd pedig megszüntetjük a várólistákat. Tehát rengeteg embernek okoz gondot, egy-egy műtét akár éveket elhúzódhat, de hallottam olyat mostanában, hogy egy egyszerű szemészeti vizsgálat és is, egy fél évet kell várni, nem műtétre, hanem vizsgálatra. Ez pontosan azért van, mert rengeteg pénzt vontak ki az elmúlt években az egészségügyből, vissza kell tenni ezt a pénzt az egészségügybe, és ezáltal rövidíteni, majd teljesen megszüntetni a várólistákat, ami sokak számára nem, hogy bosszúságot okoz, hanem olyan egészségkárosodást, ami akár végzetes is lehet. Hát mondjuk első lépés, hogyha eszközt és pénzt akar visszatenni valaki ebbe, mondjuk orvos is kell, aki nem, meg visszatest. nincs az országban, Igen. tehát tehát is evezhetünk mondjuk a szakmunkásképzésre és az oktatási rendszerre, csak kinyögöm itt a végén, mit akarok mondani. Igen. Nézzük meg ezt is, mi az álláspontotok ezzel kapcsolatban. Igen, hát az oktatás is egy hát nagyon komoly probléma gócá vált az elmúlt években, azt lehet mondani. Beszéljünk akár középfokú, akár felsőfokú oktatásról. A középfokú oktatásban talán a legfontosabb vállalásunk az, hogy ugye most levitték 16 évre a tankötelezettség korhatárát, ezt vissza kell vinni 18 évre. Még pedig azért kell visszavinni, mert éppen a legszegényebb rétegek járnak rosszul ezzel a 16 éves tankötelezettségi korhatárral, mert ahol talán kevésbé inspiráló, hogy így mondjam, a családi környezet, a családi háttér. Ott a gyerek azért hamarabb kifog esni az oktatásból, hát föl kell tenni a kérdést, hogy mit fog utána csinálni mindenféle szakképzettség hiány. Tehát vissza kell állítani 18 évre a tankötelezettséget, és ha a felsőoktatásra átkanyarodunk, ott megint egy nagyon fontos vállalásunk van. Itt a térségünkben is, mezőtúron is sok-sok olyan fiatalról tudok, aki azért nem tudott elmenni főiskolára, egyetemre, mert drasztikusan lecsökkentették az állami férőhelyek számát az elmúlt években, és szintén az oktatásból, felsőoktatásból is nagyon komoly összegeket vontak ki, hát ugye ezt lehet stadionfejlesztésre fordítani, mi pedig még azt gondoljuk, hogy a stadion építésnél ma van sokkal, sokkal fontosabb probléma, akkor nem is egy, hanem százat is lehetne mondani. Mi azt vállaljuk, hogy aki eléri a megfelelő pontszámot, a felsőoktatásban és bekerül főiskolára, egyetemre. Az már most 2014. szeptemberétől ingyen kezdheti meg a felsőoktatási tanulmányait. Ez azt jelenti, hogy az első év ingyenes, és az első év végén tanulmányi, illetve szociális szempontból mérleget von az adott intézmény, Utána eldönti, hogy az adott hallgató az folytathatja államilag finanszírozott képzésben, vagy pedig tandíjat kell fizetnie. Azért tartom nagyon fontosnak ezt a vállalást, mert ezzel esélyt adunk, lehetőséget adunk a, a szegényebb családok gyermekeinek, a szociálisan hátrányosabb helyzetű családok gyermekeinek, mert az egész egyszerűen elfogadhatatlan, hogy csak a gazdag családok gyermekei tanulhassanak bizonyos szakokon, ahol már gyakorlatilag nincsen állami férőhely. Ez azt fogja jelenteni, hogy majd az orvosnak, orvos gyereke lesz, az ügyvédnek ügyvéd gyereke, amivel önmagában semmi baj nincs, csak mi azoknak is szeretnénk megadni az esélyt, hogy orvos legyen, vagy ügyvéd legyen, aki hátrányosabb helyzetből egy szegényebb családból indul. Nagyon fontos ez az intézkedési javaslatunk, vállalásunk. Én az talán az egyik legfontosabbnak gondolom a nettó 100 ezer forintos minimálbér vállalása mellett, mert ezáltal az egész társadalmat meg lehet változtatni, és nem az elit fogja újra termelni magát, hanem aki akinek tehetsége, szorgalma, kitartása van ehhez. Meg kell adnunk ezt a lehetőséget a szegényebb családok gyermekeinek is. Szervesen ide kapcsolódik ugye a szakember hiány mellett az, hogy a jó szakemberek ugye külföldre, vagy külföldön vállaltak munkát. Ez, az idei választásnak szerintem az egyik sarkalatos pontja, hogy ezeket a fiatalokat, az az 600 ezer fiatalt hazacsábítsák. Nektek mi, mik azok a programpontjaitok, ami, ami talán meggyőzheti ezeket a fiatalokat, hogy itthon vállaljanak munkát? Igen, hát tudni lehet, hogy sajnos ez a körülbelül millió honfitársunk most külföldön dolgozik, és hát szokták mondani az ellenfelénk, hogy nem most mentek ki. Hát bizony a jó részük az most ment ki az elmúlt néhány évben. Körülbelül a kétharmada, azt mondják szakértők, és nem kalandvágyból, ahogy azt a miniszterelnök mondja. Higgyék, hogy rengetegen olyan emberrel találkoztam, akinek kint van a családtagja külföldön, családtagjai külföldön, és felháborodva... Idézik ezt a mondatot a miniszterelnöktől. Tehát nem kalandvágyból mentek ki, hanem egész egyszerűen megélhetési okokból. És persze azt is mondják, hogy hát persze, mert ott jobb bér van. Én egy, egy nagyon komoly különbséget látok egy mondjuk egy 6-8-10 évvel ezelőtti állapot, meg a mai között. Mert korábban azért mentek ki nagyon sokan, mert ott jobb bér van külföldön. Ma azért mennek ki, mert egyáltalán bér van. Mert itthon semmilyen bevételük nem lenne. És hát szokták mondani azt is, hogy manapság London a harmadik legnagyobb magyar város. Tehát azért ez, ez tragikus, hogyha belegondolunk, mert tényleg, amint mondtad, a, azok a fiatalok mennek ki zömmel, akiknek 10-15-20 év múlva a vállukon kellene vinniük az országot. Az a válaszunk erre a problémára, hogyha van normális gazdaságpolitika, hogyha persze a terhek megfelelő vállalása mellett, de megbecsüljük a befektetőt, legyen az külföldi, vagy magyar, kis- és középvállalkozó, ha kevesebb terhe van a vállalkozásoknak, akkor új munkahelyek fognak létrejönni. Mert az elmúlt négy évben bármilyen kormányzati statisztikai kozmetikázás folyik, nincsenek új munkahelyek. Ma a szakértők szerint több tízezerrel kevesebb a piaci, a versenypiaci munkahely, mint korábban volt, és hiába takaróznak, azzal, hogy hát annyi ember dolgozik ma Magyarországon, mint soha korábban, ez nem igaz mert két csoport beleszokott kerülni ezekbe a statisztikákba. Az egyik a közmunkásoknak az egyre nagyobb tábora, ugye most már nagyjából 250 ezeren vannak, a másik pedig a külföldön dolgozók, azok, akik egy évnél nem régebben mentek külföldre. Nos, ők is beleszámítanak az itthoni munkaügyi statisztikákba, ez bármilyen furcsa. Tehát ha, ha ezt a két csoportot levesszük, akkor ma bizony több tízezerrel kevesebb munkahely van az országban, és én nem gondolom, hogy át lehet rázni azt, aki a mindennapjaiban érzékeli, hogy, hogy rosszabbul megy neki, hogy nincsen munka, vagy hogy kevesebbet keres, mint korábban, vagy korábban piaci munkahelye volt, ma közmunkája van jóval kevesebb pénzért. Tehát nekik éjjel-nappal mondhatják, hogy Magyarország jobban teljesít, hogyha a mindennapjaikban ők ezt nem így élik meg. Én arra kérek mindenkit, aki rosszabb helyzetbe került az elmúlt években, hogy fontolja meg jól ezt a döntést. Mert ma csak a baloldal tudja leváltani Orbán Viktort és kormányát, erre senki más nem képes. Ez, ez látható a, akár a mindenféle felmérésekből, akár pedig amit a mindennapokban érzékelünk. Tehát aki érdemi változást szeretné és azt szeretné, hogy legyen több munkahely, és aki ma kevesebbet keres, aki megsínlette az elmúlt négy év kormányzati politikáját, annak a baloldalra kell szavaznia, mert higgyék el, hogy egy, egy jobb jövőt fogunk kínálni, egy fokozatosan egyre könnyebbé váló életet kínálunk ezeknek a milliós többségeknek. Tehát akkor, ha jól értem, a külföldön dolgozóknak az egyik sarkatos pontja a versenyképes jövedelem, megteremtése, illetve a munkahelyteremtés. Amiről még ugye beszélnünk kell, vészesen fogy az időnk, és természetesen majd a négyes kerületről még én külön szeretnék beszélni. A családok, a édesanyák, a gyermekek támogatása, mindenféleképpen, vagy fiatalok támogatása mindenféleképpen fontos dolog. Ugye itt látjuk, hogy a jelenlegi kormány is azért elég sok dolgot megpróbált megtenni, gyedextrával,

hogy könnyebb legyen a gyermeket vállaló családoknak. Nektek milyen terveitek vannak, tehát jó, jó iránya ez, ami jelenleg történik a családok támogatásánál, vagy más irányban gondolkodik a Kormányváltó Szövetség? Hát kezdjük a gyedeksztrával, mert ezt egy óriási csinadratával harangozták be, de tulajdonképpen csak annyi történt, hogy amit 2010-ben megváltoztattak, a szocialista kormányok idején működő rendszert, azt nagyjából egész most visszavezették, adtak egy nevet a gyereknek, Gyed Extra, és hát innentől ez egy nagy vívmány. Hát én azt tudnám még ide idézni egyfajta párhuzamként, amikor ugye megadóztatták nem régiben a készpénz a, bankautomatákból. Korábban ugye mindenkinek, aki picit odafigyelt, olyan bankszámla csomagja volt, hogy volt benne egy, kettő, három, kinek mennyi ingyenes készpénz felvétel. Nos, ugye megadóztatták a készpénz majd néhány hét múlva bejelentették, hogy akkor mindenki majd ingyen vehet föl kétszer pénzt. Hát ugyanoda jutottunk, ahonnan elindultunk, csak közben megint azt a képet sugalta magáról a kormány, hogy ő oldott meg egy problémát, tehát egy olyan problémát oldott meg, amit ő maga teremtett. Családi adókedvezmény, azt hiszem, hogy erre ki kell térni, mert ez egy fontos irányomai a kormányzat politikájában amiért mi bíráljuk a családi adókedvezményt, és a félreértések elkerülés véget nem fogjuk megszüntetni. De azért kell bírálni, mert megint csak a szegényebb családokat sújtja ez a rendszer, hiszen aki kevesebbet keres, az nem tudja leírni az adójából ezt az adókedvezményt. Mostanra ugye részben belátták, hogy ez probléma, és idén évelejétől már a járulékokból is le lehet írni az adót, illetve a járulékokból azt a bizonyos összeget, tehát valamivel több marad a szegényebb családoknál. No, de ez azt jelenti, hogy a jövőt éljük föl, hiszen ha nincs nyugdíjjárulék, akkor a későbbiekben nincs nyugdíj, mert ugye mellette a magánnyugdíjpénztári rendszert szétverték. Tehát a családi adókedvezményt azért tartjuk igazságtalannak, mert ismét a gazdagabb rétegeket, a gazdagabb családokat jutalmazza, és akik kevesebb pénzből élnek, azokat bizony nehéz helyzetbe hozza. Ezeknek a családoknak nekünk az az ajánlatunk, amit említettem is már, hogy igazságos lesz az adórendszer, hogy több kulcsos lesz az adó, hogy a kevesebbet keresőnek több marad a zsebében. És ismételten be fogjuk vezetni az adójóváírás intézményét mert ugye azt eltörölték 2010 után, és az adójóváírás az ugye megint csak azoknak segített, akiknek viszonylag kevesebb volt a bérük. Tehát nettó 100 ezeres minimálbér, adójóváírás bevezetése és igazságos adórendszer. Ezt kínáljuk a családoknak. Maradna-e a szocpol? Igen. Akkor... Azt hiszem, ez egy egyértelmű, Térjük egy át... Egy kicsit a választókerületre. Így van, de egy gondolat erejéig a nyugdíjasok mellett nem menjünk el, ugye elég nagy számú nyugdíjas van. Mondhatom ezt, hogy sajnos az országban ugye fogyunk. Hát sajnosnak nem sajnos, A az, az a sajnos, olyan kevesebb értelmi, vagy van. kevesebb fiatal. Van természetesen senkit nem megsértve. Így a nyugdíjasok igen fontos szerepet kapnak általában minden kampányban is, ugye a nyugdíjak értéke, 13. havi nyugdíj, stb. ugye a kedvezményekről néhány gondolatban beszéltünk már. Mi a tervetek a nyugdíjrendszerrel a nyugdíjasok minél jobb életével. Igen, uh, ismét az említett 8 pont egyikére hivatkoznék, hiszen benne van a vállalásaink között, a legfontosabb 8 pont között, hogy azoknak a nyugdíjasoknak, akik 65 év felettiek és 100 ezer forint alatti a nyugdíjuk, nekik 24 ezer forintos támogatást fogunk adni, amit gyógyszerekre lehet költeni. Mert látjuk nap, mint nap a problémát, hogy nyugdíjasok százezrei, talán milliói kényszerülnek dönteni minden hónapban, hogy a gyógyszert veszik meg, élelmiszert vesznek, vagy a csekket fizetik be. Ez egy tarthatatlan állapot, éppen ezért fogunk adni az említett csoportnak nagyon komoly gyógyszertámogatást, tehát 24 ezer forintos gyógyszertámogatást. Ejtettem már szót arról, hogy a 65 év felettiek ismét ingyenesen tudnak majd utazni a tömegközlekedési eszközökön. Szintén a nyugdíjasok felé egy nagyon fontos vállalásunk az, hogy akitől jogtalanul elvették a nyugdíjat, vagy rokkan nyugdíjat, az vissza fogja kapni, Ezt mindenki vissza fogja kapni, akitől jogtalanul elvették. Én úgy gondolom, hogy ezek a legfontosabb pontok, amiket mi a nyugdíjasoknak kínálunk, és talán azt senki sem vitatja, hogy amikor a baloldal kormányzott, akkor a nyugdíjasokat megbecsülte, hiszen ez nem adomány, félreértés ne esik. A nyugdíjasok ledolgoztak egy életet, ők befizették a járulékaikat. Tehát ez nem adomány, amit ők kapnak nyugdíj és egyéb ellátások formájában. Meg kell becsülnünk azokat, akik előttünk járnak, és akik adott esetben az idősebb generáció újraépítette ezt az országot. A második világháború után mi vállaljuk, hogy ezekkel az intézkedésekkel jobban meg fogjuk becsülni a nyugdíjasokat. Természetesen ugye mindenre nincs időnk, így ezeket ugye a Facebook oldalon, vagy akár ugye a párt oldalain el lehet gondolom olvasni. Térüljünk rá a négyes választókerületre, ugye a fórumozás mellett házról házra kampány, kampány maraton. Mi, 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 volt ezeknek a lényege? Tehát miért pont ezeket az eszközöket választottad arra, hogy megismerd a közvetben élőket és a közvetben élők problémáit? Nagyon egyszerű a válasz, mert ezeket az eszközöket hagyták nekünk ellenfeleink. És ez talán megér néhány mondatot, mert soha nem volt olyan választás az elmúlt 24 évben, ahol az aktuális kormány oldal ennyire leszűkítette volna az ellenfelei mozgásterét, az ellenfelei lehetőségeit. Azért ez nem a demokrácia irányába mutat, ezt hadd mondjam el. De néhány példát is mondok, mert nem a levegőbe beszélünk. Óriás plakátot gyakorlatilag alig adtak el nekünk, nem, nem csak a választókerületben, hanem országszerte, de hogy konkrét legyek, összesen kettő óriás plakátunk van jelen pillanatban a választókerületben, mind a kettő Kunszentmártonban. Mártonban, ugye 23 településről beszélünk, Kunszentmártonban Mártonban egymás mellett van ez a kettő, tehát gyakorlatilag egyetlen óriás plakát helyünk van, nem azért, mert nem akartunk hirdetni, hanem mert a Simicska vezette cégbirodalom az így szerette volna egyszerűen nem adtak el nekünk óriás plakát helyeket. Most talán itt az utolsó tíz napban még lesz két óriás plakát hely, most én erről értesültem, de hát azért ez a négy plakát sem az, amit korábban megszokhattunk, és hát azt gondolom, hogy ha azt mondjuk, hogy ez inkorrekt, akkor még nagyon finoman fogalmaztunk. Ez időtájt a választás előtt másfél-két héttel emlékezhet mindenki, hogy az összes falu és város már tele volt plakátokkal, ami a különböző jelölteket, különböző induló pártokat hirdette. Hát egész egyszerűen törvényi úton ezeket a plakátokat betiltották. Most ebbe viszont egy fordulat történt a tegnapi nap folyamán, hiszen az alkotmánybíróság azt mondta, hogy lehet plakátolni villanyoszlopokra, így egy kicsi újabb felülethez jutott az ellenzék, de hogyha a Fidesz múlt volna, akkor nem tudtunk volna plakátolni, mert hogy nagyon súlyos büntetést helyeztek kilátásba annak, aki a tiltás ellenére plakátokat helyez ki villanyoszlopra. Tehát egy újabb lehetőségünk van, hogy megismertessük magunkat, a céljainkat, az elképzeléseinket. Természetesen a plakátokat nem kell azért túldimenzionálni, ezzel nem fog senki sem választást nyerni, de hogy rögzüljön a név, rögzüljön a, a párt neve, azért ez mindig is egy fontos eszköz volt. A következő napokban az Alkotmánybíróság döntés és után természetesen mi is ki fogjuk helyezni a plakátjainkat. És hát, ha a médiáról beszélünk, akkor ott is végletesen leszűkítették a választási hirdetési lehetőségeket. Talán erre nem térek ki bővebben, mert beszélgettünk erről korábban. A lényeg, hogy aki ma rádiót hallgat, tévét néz, az szinte alig találkozik választási hirdetéssel. Talán az egyetlen, ez a kormányzati köntösbe bújtatott Fidesz propaganda a rezsicsökkentéssel kapcsolatban. Egyébként ezt már a bíróság betiltotta ezt a reklámot, szeretném mondani mindenkinek. Egy minimális változtatással tovább megy, azt gondoljuk, hogy ez törvénytelen. Tehát ugyanúgy a Fidesznek a céljait szolgálja, még ha kormányzati Köntösbe is vannak bújtatva ezek a ö, hirdetések. Azért fontos erről beszélni, mert sokan mondják, hogy hát nem vagytok láthatóak, meg kevés, amit csináltok. Aki elégedetlen a, baloldalnak a mai kampányával, annak mindenkinek tudnia kell, hogy a kormány oldal szűkítette így le a lehetőségeket. És itt érek rá arra, amit kérdeztél. Nem sok lehetőséget hagytak nekünk, de azt gondolom bejátszuk ezt a pályát. Ugye foci hasonlattal él, élve a elnök nagyon szereti a focit, ha déjek ezzel a hasonlattal, bejátszuk ezt a pályát, mert személyesen mindent megteszünk annak érdekében, hogy ahova csak lehet eljussunk. Említetted, említetted, hogy számos lakossági fórumunk volt, ez több mint 50, ha lefordítjuk számokra. Hát ö, gyakorlatilag itt járt a választókerületben a baloldal színe java a vendégemként, Gurmai Zitátó, Harangozó Tamástól, Újhely Istványi, Szanyi Tiborig, és éppen a tegnapi nap folyamán volt a legnagyobb kampányrendezvényünk Török Szent Miklóson, mert hogy a miniszterelnök jelöltünk, Mesterházi Attila látogatott el hozzánk. A délelőtt 10 órás, talán kicsit szokatlan kezdési időpont ellenére teltház fogadott bennünket, és hadd mondjam el, hogy egy nagyon bizakodó és egy nagyon feltüzelt közönség. És itt hadd térjek ki arra, hogy mi nap más mást érzékelünk, mint amit a közvéleménykutatók mondanak, és ezt azért mondhatom felelősen, mert ugye végigjártam a településeinket. A, a választásig a 15 ezeret el fogja érni azoknak a házaknak és lakásoknak a száma, ahova én személyesen becsöngetek. Jönnek persze mindig segítők velem, én nagyon köszönöm a csapatomnak, ennek a több száz embernek, aki segíti a munkámat, de itt fontos kiemelni, hogy én személyesen 15 ezer házba, lakásba becsöngettem, becsöngetek. És azt szoktam mondani, hogy most én, illetve a csapatom a legjobb közvélemény kutató a választókerületben, mert ennyi emberrel egészen biztos, hogy senki sem váltott szót, és én nap mint nap azt érzékelem, hogy a nagy többség ma elégedetlen is, ma váltani akar. És nem az a kérdés, hogy megvan-e a kormányváltó többség, hanem hogy elmegy-e szavazni. Hogy megérti mindenki, hogy van értelme szavazni, és le lehet váltani a kormányt. Mert ma a közmédia egészen mást sugal, a közvéleménykutatók is mást sugalnak. Rengeteg ember fél ma. Nagyon sokan fölhívtak az elmúlt hónapokban, akár amikor ajánlást gyűjtöttünk, hogy ne haragudjon, nem tudjuk aláírni, nem merjük aláírni, de el fogunk menni szavazni. Vagy akár egyes fórumok előtt felhívnak az adott településről, hogy nem merünk elmenni, mert közalkalmazottak vagyunk, vagy a családban van olyan, akinek esetleg fenyegetett lenne ezáltal a munkahelye. Ma emberek tömegei félnek a hatalomtól, féltik a családtagjaikat, munkahelyüket, megélhetésüket. Mi azt szeretnénk, hogy áttörjük a félelemnek a falát tíz nap múlva, és mindenki higgye, mindenki értse meg, hogy a szavazó főkében nem kell félni. Oda kell tenni az X-et, ahova az ember az elmúlt négy évet értékelve gondolja, és hiszem, hogyha kiki végig gondolja a sorsát, akkor le fogjuk tudni váltani jövő vasárnap Orbán Viktor kormányát. De akkor még egy eszközről, a kampánymaratonról hagy beszéljek. Tegnap előtt ugye keddi napon, egy olyan rendhagyó akciót hirdettünk a barátaimmal, a kollégáimmal, hogy egy nap alatt végigjárjuk a 23 települését a választókerületnek. Mindenhol helyi térségi problémákról beszéltünk, ismertettem a választókerület és az országos programunk részleteit, és főként sok-sok emberrel beszélgettünk. Hajnal 5 este Hát, olyan fél kilencig, tízig tartott ez a kampánymaraton. Azt kell mondjam, hogy jó hangulatú volt. Egy nagy rohanás volt persze, hiszen 23 településre kellett eljutni, de nagyon hasznosnak gondoltam, és talán ezáltal is be tudtuk azt bizonyítani, hogy ez az út járható számunkra, a személyes kapcsolattartás, és én így gondolom folytatni a munkát, amennyiben bizalmat kapok országgyűlési képviselőként. Képviselő jelult úr, Csajnos lejárt az időnk, nagyon sok mindenről tudnánk beszélni, de Igen. szerintem az elmúlt műsorokban több problémáról beszéltünk. Három is mondatra kapok Beszéltünk természetesen, köszönöm szépen, hogy itt voltál, és neked is, hogy mindenkinek sok sikert kívánok. Köszönöm, és akkor záró gondolatként hadd mondjam el, hogy a Fidesz bizony nem szeretne vitázni, ezt nagyon sokan látják országszerte, meg itt a választókerületben is. Mesterházi Attila kihívta Orbán Viktort, én kihívtam Boldog Istvánt egy vitára. Nagy sajnálattal tapasztaltam, hogy nem áll ki erre a vitára. Nem tudom, hogy egy központi letiltás okán, vagy pedig a kellő bátorság hiányzott, hogy kiálljon erre a vitára. azt gondolom, hogy nem nekem szükséges, nem nekem fontos ez a vita, hanem a választás Számára. Mert tudnunk kell szemtől szembe elmondani, hogy mit kínálunk a térségnek, hogyan értékeljük az elmúlt négy évet, és kinek a, a pártja mit kínál az ország számára. Én szerettem volna, ha létrejön ez a vita. És a kihívásomat föntartom a következő tíz napban is, bármilyen időpontban és bármilyen helyszínen, és akkor talán szemtől szemben is sikerülne olyan csúsztatásokat, vagy nevezhetjük hazugságnak is tisztázni, hogy én Budapesten élek, mert nem élek Budapesten, ugye. 2010-ig éltem Budapesten, büszke is vagyok erre az időszakra, hiszen egy minisztériumban dolgozhattam az államtitkár kabinet főnökeként, Tehát szemtől szembe tudnánk olyan dolgokat tisztázni, amik most így elszállnak a levegőben, és amik a legkevesebb valóság alapot is nélkülözik. Záró mondatként szeretném elmondani, hogy aki kormányt szeretne ma váltani a választókerületünkben, annak az utolsó előtti helyen kell keresnie a szavazólapon mind a kormányváltószövetség listáját, az MSP az Együtt, a DK, a PM és a liberálisok listáját, mind pedig az én nevemet az egyéni jelöltek között. De hogy még frappánsabb és még egyszerűbb legyen a dolog, én mindenkitől azt kérem, hogy aki kormányt szeretne váltani, az keresse a szavazólapon a szegfűt és rózsát. Köszönjük szépen képviselőjelölt úr, még egyszer sok sikert kívánok a választásokon, a kedves nézőknek pedig és rádióhallgatóknak köszönöm a figyelmet, és ahogy ezt is megszokhatták április 6-án, mindenki a saját meggyőződése szerint menjen el és szavazzon. Köszönjük szépen a figyelmet, viszontlátásra, viszontlátásra.